Kezdjük? Akkor figyelj! Kultúrkoktél. Minden szombaton 4-től 6-ig. Mi kell egy jó kultúrkoktélhoz? Vegyünk 4 régi műsor. A teátrumot. Kalandozás a színház világában. Érdekes darabokkal, társulatokkal, táncosokkal, színészekkel, rendezőkkel, dramaturgokkal. A könyvlabirintust. Iránytű a könyvek világában. Ismert és ismeretlen alkotókkal. A pick-upot, azaz a hangszedőt. Érdekes emberek, érdekes helyzetek, minden ami kultúra. Zene, képzőművészet. És az urbanissimust. Mi és a környezetünk. Épített vizuális környezet. Minden ami körülvesz bennünket. Ezt a 4 műsort jól keverjük össze, tegyünk hozzá egy kis jeget, pár szemvöröslő epret, egy kis kivikarikát, citromszeleteket, és már is fogyaszthatóvá válik a kultúrkoktél. Minden szombaton 16 órától 18 óráig a Civil Rádió hullámhosszán az FM 98-on. Kultúrkoktél. Inferus, minden, ami film, ezt hirdetitek, 3 olyan ember ül itt velem szemben a stúdióban, akik élete a film, a mozgó, állókép és mindenféle, ami a filmhez tartozik. Menjünk egy kört, arra kérlek benneteket, hogy mutatkozzatok be, hogy hallgatóink tudják is, hogy kik azok, akikkel itt ülünk és beszélgetek. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, köszönjük a meghívást mindannyiunk nevében. Én Kalóbé Péter vagyok, 7 éve foglalkozom szabad, független filmgyártással. Jó napot kívánok, én Bognár Dániel vagyok, és Kalóbé Péter barátjaként tulajdonképpen már a kezdetektől fogva részt veszek a dologban. Tulajdonképpen nagyon röviden akkor vágtunk bele ebbe a dologba, amikor Kalóbé Péter barátom megtudta, hogy én meg színészetet tanulok, és így én színészként, ő filmkészítőnként belevágtunk ebbe. Jó napot, sziasztok! Galkó Katalin vagyok, és én nem olyan rég csatlakoztam be ebbe a csapatba. Előtte inkább szabadúszóként foglalkoztam filmezéssel, illetve előtte színházzal színészkedtem, de az annyira nem ment nekem, úgyhogy inkább filmre váltottam, és egy jó pár ideje most már itt vagyok a Inferusba. Mi volt az a kezdeti lépés, amivel elköteleztétek magatokat a filmek mellett? Most fussunk egy ellentétes kört, úgyhogy kezdte. Hát, mondom, szerintem hát nekem 3 éves korom óta ez így kialakult bennem, hogy én valami biztos, ami művészeti ágazatba szeretnék. De hát már az óvodában azt mondtad, hogy ó, én színésznő leszek? Hát inkább ez a versmondogatás volt az, ami nekem nagyon feküdt, meg nagyon szerettem ugye ezeket a szerepjátékokat. Irigyellek, mert a memoriter az nekem soha nem ment, tehát körülbelül 4 sor megtanulása az egy hetembe került. Most is egyébként. Hát, és akkor utána pedig voltak ilyen üres évek, amikor inkább csak az általános iskolába próbálgattam így a szárnyaimat, és akkor utána elkezdtem járni egy színjátszóba, akkor ott egészen a kamasz éveimet kitöltöttem. Ez mit jelent, hogy összejöttetek, darabokat tanultatok? A Harsányi Gáborhoz jártam oda Újpestre, és utána pedig a gimnáziumot is ez alapján választottam ki, a Pesti Barnabásba jártam. 5 évet leúsztam, ugye nyelvi tagozat volt, és emiatt ugye a 0. év, de valahogy így a gimnázium évei alatt jobban, inkább a film felé kezdtem el orientálódni, és sokkal jobban nyitottam felé, azért, mert kicsit erősebb egyéniség vagyok, mint egy színész, nem azért csak, hogy nehéz engem irányítani. Pedig a színészetnél ez alapkövetelmény, hát, hogyha jön egy vaskezű rendező, és azt mondja, hogy bizony ezt így kell csinálni, hát, akkor ott nincs a pelláta. Hát igen, ez az úgy, hogy inkább befelé kezdtem el. De hát akkor a éremnek a másik oldalát kellett volna, a rendezőt, hiszen a rendező... Igen, tehát rendezőként kezdtem el inkább tevékenykedni, mondjuk ez úgy forrott ki, hogy inkább először írtam. És akkor utána kezdtem el inkább a film felé menni, és akkor azt mondom, hogy rendező, de mondjuk a színészet is úgy volt, hogyha színésznő is lettem volna, inkább filmben lennék színésznő, mint sem színházba. De nagyon sok filmszínésznő rendez is. Hát igen, de... Magyarországon is, és a világon is. Igen, de mondom, annyira nem feküdt ez már nekem, úgyhogy inkább a felé mentem, és akkor főiskolára is úgy kerültem be, a BKF-re jártam, mozgóképszakra,
És idén, tavaly végeztem el júliusba, és azóta most itt vagyok, és így próbálgatom a szárnyaimat. Most igazából itt az Inferusban én ilyen gyártásvezetői, meg ilyen produceri munkát végzek, de örök szerelem marad a rendezés, tehát azt nem szeretném elvetni, csak úgy vagyok vele, hogy egyfolytában pörgök, és egyszerűen muszáj valamit csinálnom, és akkor úgy vagyok, hogy a gyártás az, amit itt folyamatosan így darálok, meg mindent. Ez baromi jó. Mit csinál egy gyártásvezető? Hát szervez helyszíneket, keres föl, tehát ugye a rendezőnek az igényeit megkérdezi, és akkor utána pedig akkor megyünk és hajtjuk ezerrel. Pénzeket keresünk. Akkor mondjuk, hogyha azt mondom, hogy börtön kell, akkor így vágott, hogy Mária Nostra. Hát nem, meg kell, körbe kell állni, börtönöket meg kell keresni, föl kell keresni őket, hol van forgatási engedély. Ugye mindig azt kell nézni, hogy a produkció szempontjából mi az, ami a legkedvezőbb. Anyagilag, gondolom távolság. Hát anyagilag távolság, ugye benzinpénz, tehát mindenre oda kell figyelni. Igazából nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyártásnak, tényleg észnél kell lenni. Szóval nem szabad szórni a pénzt, mert nagyon-nagyon drága a filmezést, és tényleg oda kell figyelni, ma meg már nagyon nehezen adnak erre pénzt. De tényleg az is baromi furcsa, hogy vannak olyan filmek, amiben dollár több tízmilliókat ölnek, és mégis megbukik, és vannak nagyon alacsony költségvetési filmek, amik rohadt sikeresek lesznek, hogyha jól emlékszem, például az Ideglelés volt ilyen, amit szinte egy handicammel forgattak végig valami egy filmhez képest bagatell költségvetésből, és akkorát durrant, hogy dollár százmilliókat hozott. Hát igen. Igen, mondjuk szerintem ez nem ettől függ, hogy mennyi pénz van benne, hanem a sztoritól függ, meg az, hogy mennyire van. Igen, meg az ötlet. Tehát mennyire jó az ötlet. Az a legfontosabb, hogy egy ötlet jó legyen, megvalósítás. Ugye ennél a filmnél is, amit most említettél, ugye itt is az volt a legszebb a dolog, hogy egy handicam kellett az egészhez. Mert egy ilyen reality show-szerű a maga a dolog. No, nézzük, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a mozgóképpel, a filmmel? Hát én szintén nagyon fiatal korom óta nagyon vonzódtam a színészethez. Mindig is nagyon könnyen tanultam szövegeket, és visszamondtam. Gondolom, hogy te is óvodába, iskolába szavaló versenyed. Igen, természetesen. De áruld már el nekem, hogy egy szöveget hogy lehet könnyen megtanulni? Mert nekem nem megy. Erre igazából nem tudok igazi érvényű tippeket mondani. Vannak, akiknek ez jól megy, vannak, akiknek nem. Tehát nekem alapvetően olyan a memóriám, hogy bizonyos dolgokat nagyon könnyen elfelejtek, de amikor tanulni kell valamit, akár úgy, hogy iskolában, akár úgy, hogy egy szöveget, akkor ez egyszerűen nagyon könnyen bennem marad. És vizualizálod, vagy azt magolod, vagy melyik mondat, melyik szó után mi jön? Nem látom magam előtt, tehát inkább ilyen audio szinten marad bennem, de nem azt mondanám, hogy hallás után, tehát hogyha leírva látom, akkor is. Csak egyszerűen, tehát ahogy mondtad is, hogy az, hogy melyik szó melyik után jön, és ez így nagyon könnyen. Mint egy lánc. Igen. Oké, ott hagytuk abba a történetet, hogy óvodába, iskolában már nagyon szerettél szerepelni. Igen, ezért általános iskola mellett jártam is egy ilyen kisebb színész suliba, az Arany Tízben. Ezt aztán saját döntésem miatt ott hagytam, és később gimnázium alatt kezdtem el újra járni egy ilyen színész suliba. És ez odáig fajult, hogy aztán gimnázium után egy olyan színész kettő képzést kerestem, ahol már tényleg ezt tanultam. Ezt sajnos szintén nem végeztem el. Igazából ott megismerkedtem a színészetnek az árnyoldalával is. Tényleg az, hogy az embernek minden pillanata a szerepek körül forog, és a színészet körül, és ez nekem már annyira nem tetszett, bár még ma is hiányolom a Rivalda fényt a színpadon. Tulajdonképpen utána... Pedig gondolom, hogy az még nem is volt annyira húzós, mint a színművészeti főiskola, hát, hogy biztos. Gyakorlatilag nincs életed évekig. Az biztos, tehát azt mondták is nekem sokan, hogy az sokkal inkább erre, azt nem is bírtam volna szerintem. Reggel 8-tól este 11-ig gyakorlatilag jobb ott esetben. Vagy, ki se jössz. Aztán két hetente egyszer két napra mehetsz haza, hogyha esetleg vidéki vagy. Igen. Tulajdonképpen így sulik szintjén én inkább a színházi színészet felé orientálódtam.
az Inferus filmbe való csatlakozásommal kerültem közelebb a filmgyártáshoz, és így tapasztaltam meg azokat a dolgokat, amik a filmkészítéshez elengedhetetlenek. Sok dologban hasonlít a kettő, de nagyon sok dologban eltér. És tulajdonképpen miután én elkerültem erről a színészkettő képzésről, én távolabb is kerültem hivatalosan a színészettől. Tulajdonképpen egy webmester képzésre kerültem át, most pedig az ELTE-n tanulok programozást, tehát ez kicsit távolabb van tényleg a színészettől. De tényleg nagyon távol van, nem is kicsit. Mondjuk állni a Rivaldában, és Hamletként megjelenni, vagy Lérkirályként, vagy Rómeóként, vagy ülni egy számítógép előtt, és bogarászni, hogy egy program miért nem megy. Hát valóban elég távol van. Szerencsére nekem mind a kettő világ a szívemhez közel maradt. És így tulajdonképpen amellett, hogy az Inferus filmben színészként és a filmekben való segédkezésként részt veszek, tulajdonképpen azóta én csinálom a csapatunknak a weboldalát is. Tehát így mind a kettő oldalt hasznosítani tudom az Inferus filmnél. Hát nálam egy kicsit másképp indult ez a dolog. Én a pályafutásomat vegyészként kezdtem. Vegyésztechnikusnak tanultam. Na hát, az is elég távol van a filmek világától. A Petrik Lajos vegyipari szakközépiskolában tanultam. Viszont ez abba maradt, mert nem tudtam, idegileg nem bírtam ezt a szalagmunkát, úgymond. És már a technikus éveim alatt a minőségbiztosítási órákon kezdtem el írogatni az első forgatókönyveimet, köztük az Inferus című forgatókönyvet, ez adta az egésznek a nevét. Aha, akkor ezek szerint az Inferus nem csak a ti nevetek, mint csapat, hanem egy film neve. Egy film is, van is egy alcíme, Inferus Purgatorium a pokolba. Tulajdonképpen az egész Dante isteni színjátékán alapszik. Ugye a vadon, az Inferus azt jelenti, hogy vadonban, ugye Dante mielőtt lejut a pokolba, bejárja a vadont, és ugye találkozik három vaddal. És tulajdonképpen ez egy ilyen modern, környezetbe ültetett vadoni színjáték, és három részes ugye az Inferus trilógia, van az első rész, ugye, ami az Inferus, a második rész az Inferno, ami a pokolban játszódik, és a harmadik rész a redemció, a kivizetés a pokolból, úgymond. Tehát van egy főszereplőnk, Vince, aki egy üzletember, pénzügyi szakértő, aki hajléktalan ma már, és szeretne visszakerülni a régi életébe, mint hajléktalan. Újra a gazdag akar lenni, és megpróbálja elérni a céljait, ám bátor több-kevesebb sikerrel, tehát nem nagyon sikerül ez neki, ezért meghal, lejut a pokolba, megjárja a poklot, és utána föltámad, úgymond, és meglátja a fényt az alagút végén. Tulajdonképpen erről szól a mi munkánk is, hogy a logónk is ugye ezt mutatja, a homokóra, ugye a felső tartályban, a homokóra felső tartályában egy szem van, ami hátrafelé tekint, egy sötét oldalon, és a felső szem az sír ugyebár, és a lecsöpögő könycseppek az alsó szemet táplálják, ami ugye előre tekint egy világosabb oldalon, és a múlt szemével, a múlt könnyeivel egy erősebb szem jön létre. Rövidesen folytatjuk a beszélgetésünket, csak egy kicsit zenélni fogunk, aztán folytatjuk az Inferus történetet, az Inferus történetét. Mosolyog némán, s szirmot szól elég.
Paja Bea a Nő című albumáról hallottunk egy számot, és azt gondolom fogunk is még, hogyha Lacika betesz erről az albumról még egy következő számot, addig visszatérünk az Inferushoz. Hogyan kerültetek egymással kapcsolatba, mert ugye arról már mindenki beszélt, hogy hogyan került kapcsolatba a filmmel, a filmezéssel, de hogyan lett ebből a társaságból Inferus? Nos, hát ugye, amiről meséltem, az első forgatókönyv, azt meg akartuk csinálni, azt a filmet, mert neveztük is a forgatókönyvet az Egri Lajos forgatókönyv pályázatra, ahol 200 ezer forintot lehetett volna nyerni, de nem nyertünk. És ugye ennek a filmnek Vince, mint főszereplője lett volna Dani. Na most ugye a filmet ugye nem is kezdtük el, mert ahogy én így nézegettem a forgatókönyvet, hát mondtam, hogy első filmként én ezt nem akarom megcsinálni, mert az túl jó maga a történet, a sztori, hogy most ezt itt amatőr szinten elkezdjük forgatgatni. Ezért úgy határoztam, hogy létrehozunk egy ilyen kis stúdiót, úgymond, és elkezdünk gyakorolni, megtanulni a filmezés különböző kis fortéjait, és ezért az Inferustól eltérő más kisebb filmeket kezdtünk el forgatni. Ez volt ugye az első, az Agorafóbia című kis filmünk, amit ma már nem nagyon lehet megtekinteni, mert úgymond nem vagyok rá túl büszke, de abban is ugye az első főszereplőm, az Dani volt, az agorafóbiás, aki egy házban él, és a halott anyját próbálja föltámasztani. Hú, elég morbid. Egy kicsit pszichós, ugye, Hitchcock után. Aztán ugye úgy történt, hogy volt a Katának ugye a diplomafilmje, és láttam ezt a diplomafilmet, mert megmutatta nekem, és mondtam neki, hogy szerintem nagyon jó a film, meg nagyon jók a színészek, a színészvezetés, ugye ezt ő rendezte ezt a filmet, az Isten veled, Arthur című filmet, de valahogy a vágás az kicsit hiányos. És hát az neki, volt ott a gond, a vágó az lemondta, és akkor nem tudom hány embert végig kérdeztünk, hogy megvágja, senki, mindenki, és akkor végül Peti volt az utolsó, aki bevállalta ezt, hogy akkor ő megvágja a filmet. Úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örültem, mert kettős diploma film volt, szóval, hogy nem csak, tehát én ugye mint rendezőként diplomáztam, mondjuk a BKF-en ez a mozgóképszak, ez olyan, hogy minden, de én ugye inkább a rendezés felé mentem volna, és akkor az operatőr fiú, akivel én együtt dolgoztam, neki is a diplomafilmje volt. És akkor úgy ketten belementünk, ugye nem csak én hoztam döntést, hanem ő is, és akkor örültünk annak, hogy végre valaki megvágja. Mert tényleg szóval nagyon, nagyon nehéz volt összehozni, az utolsó pillanatban mondta le, ugye az eredeti vágó, és akkor folyamatosan kerestünk embert, és ugye pont az volt ez az időszak, amikor mindenki vizsgázott az SZF-en, a BKF-en is, és nagyon nehéz volt egy olyan vágót találni, aki tényleg úgy oda teszi magát, és akkor végül is lediplomáztunk úgy azzal a verzióval, ami végül úgy nagyjából elkészült egy másik vágó által, és akkor Peti végül nyár végén megcsinálta. És azóta? Hát én már ugye nagyon röviden elmondtam, hogy hogyan is. Picit hosszabban az a lényeg, hogy mi Petivel általános iskolában nagyon jó barátok voltunk több éven keresztül. Hát voltak kisebb összezörrenések, de mindig megmaradtunk egymás mellett. Aztán általános iskola után úgy elkerültünk egymás mellől. Ugye már nem találkoztunk nap, mint nap. Aztán azt hiszem már a Színész 2-re kezdtem el járni, amikor egyszer teljesen véletlenül összefutottunk egy buszmegállóban, és akkor tudta meg Peti ugye tőlem, hogy színészetet tanulok, és ezt a sorsszerű találkozást követően kezdtünk el újra így többet beszélgetni egymással, és így kerültem újra közelebb ismerettségbe Petivel, és magával az Inferus filmmel is. És legutóbbi szerepet? Legutóbbi szerepem Peti vizsgafilmjében egy kicsit őrült, de szolgálatkész lakály. Egy gazdag ember szolgálatában, aki viszont a film végén tulajdonképpen talán az egyetlen normális nak nevezhető embernek látszik, hogy hogyan, azt persze majd a filmből kiderül. Ez egy novella adaptáció, a Móricz Zsigmondnak a Tragédia.
novella adaptációját megcsinálta Peti. Hol tart ma az Inferus? Most egy szerintem nagyon jó fejezet előtt állunk. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a reklámfilmezésben el tudjunk helyezkedni, illetve videoklippek, fotózás, ilyesmik, amik legjobban érdekelnek minket, és amivel úgy gondoljuk, hogy meg is tudnánk belőle élni, tehát ami kifizetődő leginkább. És hát erre azért van is kereslet, tehát elég sokan megtalálnak minket. Jelenleg ingyen dolgozunk, tehát teljes mértékben non-profit a tevékenységünk. Gyűjtjük a referenciákat, mert ugye ez a szerelmünk, a szakmánk, hivatásunk, és minden áron azon ügyködünk, hogy bebizonyítsuk, hogy mind szakmailag, mind pedig emberileg meg tudunk felelni az elvárásoknak. Hát úgy gondoltuk, hogy alkotócsapatként jobb, ha így összeállunk többen, mert ugye most itt ülünk hárman, de még rajtunk kívül még vannak ketten, a Mahalek Gábor és a Cselényi István. A Mahalek egy drámapedagógus, és segít nekünk mindenben, tehát ami színészettel kapcsolatos, ő az, aki tényleg belelát. Cselényi István pedig ő a hangmérnökünk, állandó hangmérnökünk, és így vagyunk öten igazából, csak ők most nem tudtak eljönni. Lassan-lassan beszélgetésünk végéhez érünk, úgyhogy fussunk még egy kört, hogy mi lesz veletek, hol fogtok tartani 5 vagy 10 év múlva, merre kezdjük a kört? Hát nem tudom, én nagyon-nagyon remélem, hogy teljesülnek az álmaink. Az biztos, hogy mondjuk... Mi a te álmod? Hát az, hogy videoklipeket rendezzek, de nem ezeket, tehát hogy nekem az lenne a legjobb, hogyha nem ezeket a 3 perceseket tudnál megrendezni, hanem ezeket a kisebb filmeket. Tehát most ez elég furcsa lesz, de nekem például Lady Gaga és Michael Jacksonnak a klipjei az, ami az etalon. Tehát, hogy én olyasmi klippeket szeretnék leginkább rendezni, illetve nekem nagyon-nagyon tetszik az, hogy én is, tehát nekem is volt novella adaptáció, amin Kosztolányinak a Telefon című novelláját adaptáltam, és én még ezzel foglalkoznék, ez a kettő, ami úgy érdekel. Ugye legklasszikusabb a videoklipek hajnalán a Timár Péternek a moziklipje, ami egy 1 óra 45 perces klip volt, és a mozikba vetítették teltházzal. Igen, igen. Legyen ilyen neked is pár Igen, valami ilyesmit szeretnék. Meg hát úgy tényleg, hogy minden rendben legyen. 5-10 év múlva nálad? Hát én továbbra is színészként is szeretnék részt venni ebbe az egészben. Hát nyilván az ember minél nagyobb szerepekről álmodik, de ott van az is, hogy egyáltalán nem is létezik olyan, hogy kis szerep. Tehát akár egy mondatos szerep is lehet olyan, hogy az tartja össze az egész dolgot, mint egy csavar egy gépezetben. Emellett tulajdonképpen ugye továbbra is a webmesterkedést szem előtt tartom, és szeretnék ebben is minél magasabbra hágni, hogy minél minőségibb dolgokat tudjak létrehozni, és nem csak az Inferus számára, hanem tulajdonképpen a szolgáltatások közé nem sokára a reményeink szerint felvehetjük azt is, hogy én, mint webmester, weboldalakat építek más, tehát megrendelőknek. Illetve hát, ahogy a névjegykártyámon is szerepel, íróként is szeretnék tevékenykedni. Ez tulajdonképpen a 3, a színészet, a webmesterkedés és az írás közül a leggyengébb pont jelenleg. Eleddig még nem foglalkoztam írással túlzottan. 1-2 rövidebb kis novellát már írogattam, de a jövőben szeretnék ebbe jobban elmélyülni. Én tulajdonképpen 10 év múlva szeretném, ha az Inferus film egy Magyarországon elismert filmstúdióvá válna. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyarországon is tud működni az, ami a nyugaton tud működni ma, és hogy egy filmstúdió el tudja magát tartani, akár szerzői, akár ugye megrendelt filmekből, úgy szintén. És hát én, mint ember, szeretném elérni, tehát én biztos, hogy az életemmel szeretnék egyszer egy nagy költségvetésű nagy játékfilmet összehozni.
Hát meg az elismertség, ami nagyon sokat számít számomra, hogy az emberek mit gondolnak, ugye főleg a közönség oldalról, rólam, mit gondolnak a filmjeimről, hogy az tetszik-e, nem tetszik, milyen irányba menjen tovább, és hogy tényleg csak az, hogy eljusson az, amit gondolok mindenkihez, a világról, a morálról, az emberekről, hiszen minden filmnek azért van valami üzenete, most a legújabb filmemnek is, a tragédiának is elég komoly társadalomkritika van benne, és én is, tehát ezzel a filmmel is csak azt szeretném, hogy minél többen lássák, és minél többen megértsék. Ennyi. Kívánom, hogy mindegyikötöknek teljesüljön az álma. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Hajrá, Inferus! Én is voltam, mikor voltam is, meg nem is voltam. Anyám szívén megfogantam, amiben megágyaztam. Jót aludtam, s azt álmodtam, van egy világ kívül rajta. Én is megyek, megszületek, s meglátom majd, mivé leszek. Nagy sóhajtás, szívdobbanás, sűrű léptek, fényvillanás. Vagyok még, de szívem megáll, nem is értem, s itt a halál. Visszamegyek, fölrepülök, ott egy fehér felhőn ülök. Nézem anyám ébredését, semmit látó merengését. Hull a könnyes savas bánat, könnyeiből folyó árad, folyik túl a tengerekbe, tengerből a fellegekbe. Nézem a volt gyermekeket, elpárolgott életeket. Savas eső hull az égből, miért lett anyám magzat nélkül? Kezdjük? Akkor figyelj! Kultúrkoktél. Minden szombaton, 4-től 6-ig. Érdekes emberek, érdekes helyzetek, minden, ami kultúra. Zene, képzőművészet. Kultúrkoktél.